Ha meghalljuk azt a szót, hogy dak, sokaknak még mindig csak egy kis doboz jut eszébe az asztalon, aminek a jelentőségét kevesen tudják igazán hova tenni. Pedig ez az eszköz az egyik legfontosabb szereplője a digitális zene valódi megszólalásának. Ebben a videóban megnézzük, hogy mit tud az SMSL A50 Pro, ami nem csak egy DAC, hanem egy teljes értékű erősítő is egyben. Az SMSL A50 Pro a Merus Audio által fejlesztett MA1270P jelű csipre épül, amit ma már az Infineon nevű német technológiai óriás birtokol. A chip teljes neve MA1270P, ahol a P betű azt jelzi, hogy ez a változat már külső hűtőborda rögzítésére is alkalmas, vagyis hosszabb távú, nagyobb teljesítményű terhelést is stabilan bír. Maga a chip teljesen digitális, ami azt jelenti, hogy csak digitális jeleket fogad, I2S vagy TDM formátumban. Ennek előnye, hogy nincs analóg átalakítási szakasz a bemenet előtt, ami jelentős mértékben csökkenti a torzítást és a zajt. Az A50 Pro mégis rendelkezik analóg vonali bemenettel is, ami egy belső analóg digitális konverteren keresztül csatlakozik a digitális erősítő maghoz. Ez egy kompromisszum, de nagyon hasznos, ha régebbi eszközről, mondjuk egy kazettásról vagy bakelit előerősítőről is szeretnénk zenét hallgatni. Az A50 Pro USB-C ajzattal csatlakozik a digitális forráshoz, ami napjainkban egyre elterjedtebb, modern szabvány. Nem kell hozzá speciális kábel, nem forrósodik, nem lóg ki a hátlapból fél centire. Ráadásul így mobilról is táplálhatjuk zenejellel, ha az operációs rendszer és a lejátszó alkalmazás is támogatja azt. A leghangsúlyosabb előnye az A50 Pro-nak mégis az, hogy egy kifejezetten zenehallgatásra hangolt 2.1 csatornás erősítőről beszélünk. Két nagy teljesítményű kimenet mellett egy harmadik, külön szabályozható passzív mélyláda kimenet is helyet kapott. Ez a mélyhang kimenet nem aktív szubhoz való, hanem passzív hangfalat hajt meg, amit nem sok kompakt erősítő tud. A hangerőt, a szűrőket és az EQ értékeket részletesen beállíthatjuk akár az infra távirányító segítségével is. Ha összehasonlításképp megnézzük az SA300 nevű SMSL modellt, ott is az MA1270 chip dolgozik, de nem a P változat. Ez azt jelenti, hogy az SA300 inkább asztali DAC erősítő, ahol a burkolat hűti magát a chippet. Az A50 Pro viszont nagyobb teljesítményre lett optimalizálva, hosszabban terhelhető anélkül, hogy felmelegedne. Emellett az SA300 még a régi micro USB csatlakozót használja, így kevésbé praktikus a modern eszközökkel. Nincs rajta mély láda kimenet, és az EQ lehetőségek is korlátozottabbak. Igaz, van rajta optikai és koaxiális bemenet is, de optikát az A50 Pro is tartalmaz, és van rajta HDMI ART bemenet is. Fontos, hogy az A50 Pro nem rendelkezik Wi-Fi vagy Ethernet csatlakozással, így streaming szolgáltatásokat nem ér el önállóan. Nem is kapott saját mobil alkalmazást, mint néhány Arilic vagy VM rendszer, viszont ez nem is volt cél. Az A50 Pro egy kompromisszummentes hi-fi erősítő akar lenni, ami nem bóklászik a neten, hanem azt adja vissza, amit külső forrásból kap. Nem számít, hogy a jelforrás mobiltelefon, laptop vagy egy streamer doboz. Ha jó minőségű forrásból játsszuk le a zenét, akkor méltó hangminőséggel szólal meg a hangfalakon. Természetesen ehhez megfelelő minőségű hangfalakra is szükség van. A chip maga egy rendkívül hatékony kapcsolóüzemű D-osztályú megoldás, amely zenei hangerőnél 90% feletti hatásfokkal működik. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés hőt termel, a teljesítményt át tudja adni a hangszórónak, nem pedig hőformájában veszik el. A Merus technológia egyik előnye, hogy alacsony torzítással, mégis pontos és neutrális megszólalással rendelkezik, különösen az emberi hang és akusztikus hangszerek esetén. Következő videónkban hallhatsz egy zenei tesztet az SMSL, a 50 Pro-val két Yamaha asztali hangfal társaságában. Ha tetszett ez a videó, lájkold be, iratkozz fel a Tech Percek csatornára, és ha van kedved, kommentben írd meg, hogy te milyen DAC vagy erősítő rendszert használsz otthon. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy mivel hallgatsz zenét. Mobilon, PC-n, streameren vagy bakeliten. Van olyan funkció, amit hiányolsz az A50 Pro-ból? Vagy esetleg olyan, ami szerinted kiemeli a többiek közül?